Tabladívák. Jó napot kívánok! Gazdik Kati vagyok, a Narradívák audio narrátora. Elkészült az ismerős arcok legújabb videóklipje, amelynek címe Mindig a sötétben. A következő néhány percben ennek a klipnek az előnarrációját hallhatják. A történet cselekménye folytatása a korábban már megismert Szívemben tudlak című dalnak. A történet főszereplőit ismerhetjük már az előző klipből, hiszen a magas, csinos, hosszú, szőkés barna hajú lány ugyanaz, akivel a Szívemben tudlak című dalban találkozhattunk. A dalt pedig ugyanúgy az ismerős arcok zenekar szaxofonosa, Táncos István, Stevie énekli. Az előző klip úgy fejeződött be, hogy a pár elindul lefelé az aluljáró lépcsőjén. Innen folytatódik tovább a történet. A kamera hátulról követi őket. Sétálnak az aluljáróban, a lány Stevie jobb karjába karol, majd megállnak. A férfi szembefordul vele, a zsebéből előveszi a mobilját és átadja a lánynak, aki beleírja a telefonszámát. A lány széles mosollyal az arcán visszaadja a telefont, és búcsúzóul megérinti Stevie bal vállát, megfordul, és elindul abba az irányba, amerről jöttek. Mosolyogva még egy pillanatra visszafordul, és Stevie után néz, aki fehér bottal a kezében sétál ki az aluljáróból, a kintről érkező vakító hófehér fénybe. A következő vágóképen Stevie Budapest egyik kihalt utcáján halad, téglából épült házak mellett. Fekete nadrág, fekete rövidújú ing és fekete cipő van rajta, szemén sötét napszemüveget visel. A pár története egy étteremben folytatódik tovább. A lány ragyogó arccal, csillogó szemekkel ül a férfival szemben egy asztalnál. Fehér bor tölt a poharaikba, vidáman, kedélyesen beszélgetnek. Aztán, amikor a férfi keze végigfut a lány kezén, ujjaival kitapintja, hogy a lány ujján karikagyűrű van. A lány lehúzza és az asztalra dobja gyűrűjét, de a férfi feláll és otthagyja őt, hiába próbálja visszatartani. A következő jelenetben a lányt az otthonában látjuk a párja mellett egy kanapén. Szinte idegenekként ülnek egymás mellett, amikor megszólal a lány telefonja. Stevie hívja egy nyilvános fülkéből. A lány, amikor meghallja a hangját, átsiet a másik szobába, hogy párja ne hallja, kivel beszél. A refrén itt csendül fel először. Stevie a telefonba énekli a lánynak. Amikor a refrénnek vége, a lány még kétségbeesve mond neki némán valamit, majd Stevie lerakja a telefont. Szereplőink újra találkoznak egy folyóparton. Kézen fogva sétálnak a fákkal körbevett földúton, és egy romantikus délután töltenek el itt kettesben. Egy padról összebújva kéz a kézben nézik együtt a folyó vízén cikázó lemenő napfényeit. Majd a lány a vízparton álló egyik fa ágára felfüggesztett egyszerű hintán hintázik. Stevie vele szemben a fűben ül, és jókedvűen beszélgetnek. A randevú végére beesteledik. A szerelmes pár egy fehér autó hátsó ülésén beszélget. Testük szorosan összeér, a lány gyengéden végig simítja a férfi kezét, majd a combjára húzza azt, és a férfit kabát gallérjánál megragadva magához rántja. A következő jelenetben egy elegáns pubba érkezünk, ahol szereplőink is megjelennek. A fiatal lány a mit sem sejtő párjával érkezik, míg Stevie a zenekarral ül a szemben lévő asztalnál. A tagok jókedvűen beszélgetnek, iszogatnak a fellépésük előtt. Stevie kissé lehangoltan ül barátai körében, nem tudja, hogy a lány is ott van. A lány barátnői is megérkeznek a másik asztalhoz. Borozgatnak, nevetgélnek. A lány párja a társaság lelke, a barátnők csodálattal néznek a sármos, magas, 40-es éveiben járó férfira. Az elegánsan felöltözött zenekari tagok sorban elindulnak a színpad felé. Közeli képeken láthatjuk a hangszereket is. A szaxofont, egy fekete gitárt, majd egy tetovált jobb férfi kéz felnyit egy zongorát, végül pedig egy másik férfi kéz a nyakánál fogva felvesz egy oldalára fektetett, sötétbarna nagybőgőt. A hangszerek után Kovacsik Tamást látjuk, ahogy a dob mögé ül, majd a gitárost, Nyerges Attilát, aki felveszi gitárját. Utoljára Stevie indul a színpadhoz. Ahogy feláll az asztaluktól, a lány észreveszi. Szerelmesen, lopva követi a szemével.
Stevie kezébe veszi a szaxofont, majd a zenekar játéka egy pillanat alatt betölti a pubot. A színpad háttere a pub egy amerikai jazzkocsma hangulatát idézi. A barna, faborítású tükrökkel díszített falon utcatáblák, korabeli fotók és levelezőlapok teszik hangulatossá a helyet. Sok kis falikarral és kislámpákkal adva meg a hangulatot. A dal végén Stevie elindul a pubból kifelé, majd a lány a párjához fordul, mosolyogva elnézést kér, és feltűnés nélkül a férfi után indul. A kép elsötétül. Aki nem ismerné az egész történetet, hallgassa meg először a Szívemben tudlak elő narrációját. Most pedig fogadják szeretettel az ismerős arcok második akadálymentes klipjét.